nem tudom, hogy láttátok-e, hogy jött egy hír, miszerint egy kutatás szerint a magyarok többsége hát nem szereti, hogy a magyar kormányfő találkozott Putyin elnökkel. Át tudom én ilyenkor, aztán jönnek ám, hogy ó, Feri, de hát te is találkoztál annak idején 2006-ban, akkor most miért kritizálod szegény kormányfőt? Hát nézzétek, az ember úgy van ezzel, hogy a rokonokat nem válogathatja meg, de a barátait azt igen, és a barátait azt szerint válogatja meg, hogy azok hogyan élnek, mit csinálnak. Annak idején, hát most már jó régen vagy, 16-17 éve, az egész világ azt gondolta, hogy Putyin elnök rendben van, és mindenki találkozott vele. Jó felé viszi a világot. Mostan meg rendes ember nem találkozik vele, mert rossz felé viszi a világot. Madar a tolláról, ember barátjáról. Akkor volt barátunk a Putyin, amikor tisztességes emberként tisztességes politikát csinált, és most meg az barátkozik vele, aki maga is tisztességtelen politikát csinál, szerintem e tekintetben tisztességtelen emberként. Ezért helyesen járnak el a magyarok, amikor azt mondják, hogy nem jól teszi a magyar kormányfő, ha találkozik ezzel a Putyinnal.